Dudával jelzik a motoros Mikulások, megérkeztek a Munkácsi úti óvodába Pakson. A gyerekek izgatottan dalolva várták őket. Miután átadták az óvonéninek a gyerekek ajándékát a Mikulások, tovább is indultak, hiszen már várták őket a város többi intézményében is. 12 helyszínre kaptak meghívást. A Napsugár óvoda Ötvös utcai tagovodájában a kapuban állva fogadták őket a gyerekek. A motoros Mikulások sok szaloncukrot kaptunk. Az apróságok örömmel vették az édességet a piros ruhás fehér szakállútól, akik ezen a napon több mint fél mázsa szaloncukrot vittek a paksi gyerekeknek. Levelet írtunk a Mikulásnak, rajzoltak, Mikulás csizmáját díszítették. Boldogan búcsúztak a gyerekek a nagy szakállútól, abban a reményben jövőre ismét találkoznak. A Paksi Autó és Motorsport Egyesület 2005 óta szervezi meg december 6-án a Motoros Mikulás akcióját.